Az összes induló járatot törölték a brüsszeli reptéren az általános sztrájk miatt, így a Budapestre tartó gépek sem szálltak fel. A munkabeszüntetéshez a biztonsági személyzet és a csomagkezelők is csatlakoztak, a reptéren sok tanácstalan utas gyűlt össze. Tegnap éjjel szóltak, hogy törölték a gépünket, ide jöttünk, hogy próbáljuk megoldani a dolgot és hazajussunk, de nem sikerült, nem segítenek. Most próbálunk egy másik országba átjutni, hogy onnan repüljünk haza, mondta egy utas. Semmilyen alternatívát nem ajánlottak, ide jöttünk, kaptunk néhány telefonszámot és ennyi. Annyit hallottam, hogy talán csak a hétvégére lesz megoldás, tette hozzá egy másik utas. A reptéren hamarosan még rosszabb lehet a helyzet, hiszen csütörtökön a pilóták is sztrájkba kezdenek. A szakszervezetek szerint a fizetések nem követik a megélhetési költségeket, ráadásul a munkakörülmények is rosszak. Azért sztrájkolunk, mert nagy a stressz a reptéren, nincs elég ember a munkához, nincsenek képzett munkatársak, szeretnénk több pénzt a hétvégi munkáért, alig találunk már munkaerőt, mondta egy szakszervezeti vezető, Joe von Rutten. A nemzeti sztrájkban Belgiumban 80 ezer ember vett részt, ezért a közlekedésben is komoly fennakadások voltak.